napot, fiúk! Szervusz, Doros! Hogy megy a Szervusz! Jó Istenem! Hogy van? Igen, látom! Szervusz! Kús! Az iskolai diákparlamentet megnyitom. Miért? A vendégünket bemutathatnád. Szeretettel üdvözöljük Gellért Péter elvtársát, a kerületi kisbizottság titkárát, diákparlamentünk vendégét. A Lajta Béla építőipari szakközépiskola nevében szeretettel üdvözlöm Gellért elvtársát, minden kedves vendégünket, kartársunkat. Beszélünk egy szónok. És nem utolsó sorban iskolánk diákjait. Nem gondolhattunk rá, hogy már ebben a tanévben közös munkánk első és rögtön eredményes esztendejében megadhatjuk nektek a titeket törvényesen megillető kiváltságot, a diákparlament összehívásának a jogát. Felnőttként álltatok hozzá a feladathoz. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy csak érett, okos, átgondolt, a problémákat helyes, jó szándékúan megoldani igyekvő kérdésekkel találkozni. Külön köszönöm azt az áldozatkész munkát, amit iskolán tanára, Lengyel Pál végzett a tanulóigények bejelentések összegyűjtésével, kiválogatásával, helyes politikus irányba terelésével. Ha találomra kivennék egyet, miért ne tehetném, akkor ez az egy. Csak úgy találomra kivett kérdés, és bizonyos vagyok benne, hogy szavaim igazságát, és a ti érettségeteket... Kockáztassunk! Náti András! Nincs itt! Itt van. A kérdésével van jelent. Náti András barátunk azt kérdezi, hogy miért nem lehet legalább a nagyszünetben a tejcsarnokba kimenni. Jó kérdés. Egyszerű kérdés, a válasz is egyszerű. Azért, mert a tejcsarnok messze van, át kell menni az úttesten, és mint tudjuk, a forgalom évről évre veszélyesebb. Nem adhatok minden tanuló mellé egy tanárt. Káti András második kérdése. Miért nem lehet legalább a nagyszünetben a közértbe kimenni? A második kérdése még egyszerűbb a válasz. Azért, mert a közért a tejcsarnoknál is messzebb van, ezért még veszélyesebb az odavezető út. Tessék húzni egy másikat! Vállaljuk. Káti különben is hülye. Tévedsz! Káti András kérdései nagyon is jók, mert reálisak, az életből fakadnak. Hiszen ha nem kellene átmenni az úttesten, akkor minden további nélkül engedélyezhetnénk a kiárást. Szavaz, bontsuk le az üzleteket! És hozzuk át a mi oldalunkra. Szüntessük meg a kiárási kiárás. Helyezzük át az iskolát a busz megállóz. Ne kelljen annyit gyalogolni. Nyissuk ki a szünetben az osztályajtót, hogy a folyosókon is hallassuk az iskola rádió. A szünetben a zene! Könnyen orvosolható kérés. Komolyabb magatartás várna tőletek az ember. Átgondolta a viselkedést. Fontosabb kérdéseket. Tessék. Az osztály parlamentjén jó néhány kérdés felmerült, de itt egyiket se hallottuk. Kinek az osztályába jársz, fiam? Solymosi tanáról osztályon. Milyen kérdések voltak? Sokat beszéltünk. Miről, miről? Szeretnénk színjátszó szakört alakítani. A mi osztályunkban már el is kezdtük a munkát. Felvennénk a kapcsolatot az egészségügyi szakközépiskolás lányokkal. Milyen okos. Pedig csak egyszer. Én időmben nem ilyenek voltak a gondok. Rendben van, fiam. Addig is játsszátok a lány szerepeket, ti. A kommunikációs ügyeknek az intézéséhez idő. Én vagyok Tünde, az igazgató is visszakérni a jegyárát. Visszatérünk erre a kérdésre. Más? Igazgató úr. Tessék. Arra szeretnék választatni, hogy mi lett a dolgozatokkal. Milyen dolgozat? Hát, amit a héten írtunk. A felmérő dolgozattal. A dolgozatokat rendben kijavítva felküldtük a minisztériumba. Olyan kérdések voltak, amiről még nem is hallottunk.
Soha nem tanultunk ilyen dolgokról. A félosztály üresen adta be. Nem is volt mit javítani. Gyújtsuk a világosságot, a sötét fejet. Kérjük a tanulókhoz. A második. Az év végén megbújik az egész osztály. Egy egész osztály nem tud semmi. Minden alkalmat megragadtok arra, hogy ne a lényegről beszéljetek. Pedig alig vártam, hogy valaki megszólaljon, de nem. Pedig bejelentés érkezett hozzám. Valaki szemtanúja volt, amikor egyik társatokat, az iskola egyik tanára pofonütötte. Ti ezt űrítek. Senki nem élt törvény adta jogával. Jellemző, hogy a bejelentése maga az áldozat tette. Nem tudlak felmenteni benneteket, amire elhallgattátok ezt a szomorú esetet. Persze egy iskolában ma, nálunk, egy ilyen eset előfordulhat, meggyőződésem, hogy nekünk is hibáznunk kellett. Vállalom, hogy előbb körülnézünk a magunk portáján, kivizsgáljuk az ügyet, és ha kell, magam ellen is fegyelmet kérek.